Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a közös kiállítás, közös nevező kiállítás sorozatunk 2018. januári kiállításának megnyitóján. Kicsit ünnepélyes számunkra is ez az alkalom, hiszen ugye tavaly ünnepeltük a Vigadó fennállásának 10 éves évfordulóját, és pont 2008. januárjában nyitottuk az első kiállításunkat itt a Vigadó galériájában, úgyhogy ez a 10. évad, hogy kiállításokat is szervezünk itt a Vigadóban, és elmondhatjuk, hogy töretlen az érdeklődés. Igaz, hogy kicsit mini, de mégiscsak nekünk kiállított térnek tekinthető helységünk irán, hiszen erre az évre is minden hónapra már foglalt a kiállító terem, és vannak kiállítójunk, sőt már a következő évre is vannak érdeklődők, úgyhogy mi nagyon sok szeretettel várjuk majd Önöket a következő hónapokban is. A képzőművészetnek különböző ágait mutattuk már be itt a Vigadó galériában. Ebben a hónapban egy újabb képzőművészeti ága, fotoművészet mutatkozik be. Magócsi Ildikó fotoművésznek a képeit láthatják egy hónapon keresztül az érdeklődők itt a Vigadó galériában. A kiállítás Zsombok Erika, a zeneiskola igazgatója, és Zsombok László polgármester úr fogják megnyitni, és hangszereken közreműködik Bánszki Csenge és Hertelendi Anna. Fogadják őket nagyon sok szeretettel. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket Magócsi Ildikó fotoművész Hangsúlyok című kiállításán. A művészetek sokféleképpen szólnak hozzánk, anyagon, emberen, nyelven keresztül. Mindegyik saját közegének törvényei szerint, saját eszközévé formálva meg üzeneteit. Magócsi Ildikóról már kisgyermekkorában tudtuk, hogy különös érdeklődést mutat a művészetek iránt. A művészet különböző területeiről érték olyan élmények, melyek meghatározzák munkásságát. A zene szeretete, a képzőművészet, azon belül a fotoművészet. Hát nem akarom mondani, hogy a zene honnan éri, vagy honnan érte, vagy a fotó, ugye a nagybátyán keresztül. Már több mint 10 esztendeje, hogy igényes fotoművészeti munkákat készít. Megcsodálhatjuk koncertek, színházi előadások, divatbemutatók, esküvők, különböző rendezvények, táj- és műemlékfelvételeit. A formák és a mozgás tudatos összekapcsolásával festői szépségű, de mégis a fotográfia sajátos birodalmába tartozó szép, igényes képeket alkot. A modellek és a zenészek világának egy-egy pillanatából kapunk betekintést. A képeknek a színek és a fények összjátéka ad különleges hangulatot. Az arcokon az akkor, abban a pillanatban megélt érzések tükröződnek vissza. Munkáiban, bár én annyira nem vagyok képzett fotoművészet területén, de úgy tudom, hogy messze elkerüli a vaku általi megvilágítást. Tehetsége, kitartása, türelme segítségével megtalálja és kiemeli, megláttatja velünk a természetes szépség ragyogását, és elvezet minket a művészet magasabb síkjaira. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, én is tiszteltek, köszöntök mindenkit. Ugye a
Hanzeli Kandi itt a bevezetőben úgy fogalmazott, hogy milyen ünnepi alkalom ez a kiállítás megnyitó a Vigadó számára. Én inkább azt mondanám, hogy nekem, hogyha személyes gondolataimról van szó, hogy hát egyben egy családi alkalom, hiszen ezúton szeretném megköszönni az Ildikónak a nagyszerű szervező munkáját, hogy egy klassz kis családi programot szervezett ide nekünk. Nem akarok persze nagyon belterjes lenni, de hát aki egy kicsit talán ismer minket, az tudja, hogy hát valahogy úgy alakult történelmileg, hogy szinte minden közreműködő az rokonságba áll egymással, de ugye hát különösen művészetek esetén azt gondolom, hogy el kell kerülni, hogy nagyon belterjesnek tűnjön. Hát azon művészetek esetében is, ugye beleértve természetesen a fotóművészetet, amely bizonyos szempontból sokkal több minden dolgot képes kifejezni, mint akár a sajtó, a média, de akár még mint a tudományok is a világon. Ugye hát kicsit közhelyszerű, de egy-egy fotó az időnként többet mond ezer szónál. És bizony azt is látjuk időnként, hogy egy-egy jól sikerült képnek a hatása, az ereje, az sokkal gyorsabb, direktebb, közvetlenebb és erősebb, mint hosszú tanulmányoké, tudományos munkákért, vagy hogy a Városházáról vett hasonlattal éljek, mondjuk egy jól sikerült városi rendezvényről, vagy egy település képről elkattintott kép, az hasznosabb időnként a város marketingnak, mint hogyha hosszú, ilyen színes, szagos kiadványokat írunk össze. Tehát igenis egy nagyon erős művészeti ágról, és egy nagyon direktben és közvetlenül ható művészeti ágról van szó. Ugye azt is szokták mondani, hogy egy fotón ábrázoljon az bármit is, legalább két ember mindig szerepel. Még akkor is, hogyha egy tájképről vagy egy csendéletről van szó, hát mit gondolnak, hogy ki az a két ember, aki szerepel rajta? Hát a fotós, a fotósnak a személyisége, és hát bizony benne lehet a néző, aki megnézi azt a képet, hiszen ő pedig lehet, hogy teljesen másképp értelmezi, vagy ad egyfajta értelmezést annak a képnek. Én azt gondolom, hogy ezért is ez egy nagyon érdekes művészeti ág. Itt én besurrantam, ahogy jöttem a kiállító térbe, nem tudom, hogy szabad-e, vagy hogy lehetett volna, csak mégis gondoltam, hogy azért csak megnézem a képeket, mielőtt valamit beszélek róluk. És hát egyrészt egy hiányérzetem van Ildikó, az egyik az, hogy monori kötődésű képet nem találtam közöttük, úgyhogy légy szíves, monorról is majd készíts legalább ilyen szép színvonalas képeket, de egyébként gratulálok hozzájuk. Ugye nagyon sok, ami koncerten vagy valamilyen színházi programon, rendezvényen alkalmakkor készült, tehát mindannyian jártunk koncerten vagy színházban, és hát legalább ennyien vagyunk, akik próbáltunk ilyenkor fényképezni, és hát azt gondolom, hogy ilyenkor tapasztaljuk meg azt, hogy a profit az amatőrtől, ugye az különbözteti meg, hogy a profi az egyrészt rákészül, és nagy valószínűséggel jó képeket fog készíteni, míg az amatőrnek az elég nagy mázlés szerencse kell hozzá, és hát ha nagy szerencséje van, akkor abban a fény és füst kavalkádban, akkor lehet, hogy egy-egy jó képet véletlenül tud készíteni, de hát ez valószínűleg csak a véletlennek köszönhető, míg a profik, mint például az Ildi, valószínűleg jó képeket fognak csinálni szinte minden körülmények között. Ebben azért a felszerelésnek is lehet szerepe, nyilván mi a telefonunkkal kattingatunk jellemzően, bár itt meg egy kis vicc jut eszembe, amikor a fotósnak tehát óvatosan bánjunk a fotós felszerelésének a dicséretével, mert talán ismerik, van az a történet, amikor a híres fotós egy nagy kiállítása után elhívják vendégségbe, és elmegy egy szimpatikus baráti házaspárhoz ebédelni, és hát a házi asszony kedveskedni akar neki, és hát elkezdi dicsérni a kiállítást meg a munkáit, és mondja neki, hogy hát nagyon jól sikerült, képek, fantasztikus, gratulálok hozzá, biztosan nagyon jó felszerelése van. Tehát nyel egyet a fotóművész, és hát rögtön válaszol is, azt én pedig nagyon szépen köszönöm az ebédet, nagyon finom volt, nagyon ízlett, biztosan nagyon profi a lábasai. Tehát azt gondolom, hogy egy fotóst a gépén keresztül dicsérni, az körülbelül olyan, mint a házi asszonyt, ha jó főz, akkor a lábasain keresztül. Tartózkodjunk tőle. Köszönöm szépen a figyelmüket, és
Jó szórakozást kívánok a ma estére!